Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Hegyvidéki Honvédelem program legközelebbi online fóruma. Sokszor a gyerekek előbb kapnak telefont vagy tabletet a kezükbe, mint hogy megtanulnának írni. A technológia fejlődésével pedig ezek az eszközök mindinkább életünk részévé válnak. Éppen ezért az internet gyerekekre gyakorolt hatásáról lesz szó az Honvédelem program november 24-i előadásán. Az eseményen a járványhelyzet okozta kihívások is fókuszba kerülnek majd. Arra jutottunk egyébként egy év kihagyás után, hogy megkérdeztük a szülőket arról, hogy mi a véleményük, hogy élték meg a Covidot, és mit szeretnének, van-e szükségük bármilyen hasznos tanácsra, tippre, és ezután a kutatás alapján jutottunk arra, hogy igenis van, igényük is van a szülőknek erre, idén online formában tartjuk meg ezt a szülői akadémiát két alkalommal. Az első az most szerdán, azaz november 24-én kerül megrendezésre este 6 órától egy Zoom meeting keretében. A Zoom ugye az online felület, ahol interaktívan tudunk beszélgetni egy témában járt a szakértővel. Az első témánk az adatvédelemmel kapcsolatos, hiszen a kutatásunk kimutatta, hogy a szülőknek azért vannak hiányosságaik ebben a témakörben, és igenis kíváncsiak arra, hogy hogyan tudnák a gyerekeik eszközeit, tabletjét, telefonját minél biztonságosabbá tenni. A következő november 29-i előadáson pedig arról lesz szó, hogy a pandémia milyen hatással volt a gyerekekre, hogyan élték meg a több hónapos bezártságot. A gyerekek sokkal több időt töltöttek az okos eszközeik segítségével a világhálón, ami számtalan veszélyt is rejt. Ezekre is felhívják majd a szülők figyelmét. 2016-ban indítottuk el a Hegyvidéki Honvédelem programot, ugye ennek három pillére van, úgymond. Az egyik szól kifejezetten a szülőknek, ezt úgy neveztük, hogy szülői akadémiák. Idén lesz negyedik alkalommal ez megrendezve, az évek során azért jelentősen átalakult. Első évben a Momkultban egy ilyen nagy fórumot tartottunk, ahova sok szülőt vártunk, sokan is jöttek, de aztán utána volt egy kutatásunk, és az lett a kérés a szülőknek, hogy jobban örülnének annak, hogyha kisebb csoportokban ugye kicsit személyesebbé tudnánk tenni ezeket az egyeztetéseket. Ennek eredményeképpen ezután már minden iskolába elmentünk személyesen, és ott tartottunk különböző előadásokat. A járvány miatt ezek a kis létszámú beszélgetések most az online térbe kerülnek át. Zaklatás, kiközösítés vagy zsarolás, többek között ezek azok a problémák, amelyekkel a fiatalok szinte naponta találkozhatnak a világhálón. A 12. kerületi önkormányzat azért indította el az honvédelem programot, hogy felhívja a figyelmet az internet veszélyeire, és támogassa a bűncselekmények megelőzését. A szülők számára rendezett online események ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni a hop12.hu/regisztráció weboldalon lehet.